A Demecseri Tündérkert óvoda és bölcsöde Méhecske csoportja készült rövid műsorral, hiszen fontos mérföldkőhöz érkezett az intézmény. A nagy álmodozások után számos kisebb-nagyobb fejlesztés vált valósággá. Az elmúlt időszakban olyan fejlesztéseket tudtunk az óvodába, bölcsődében előhozni, ami példaértékű itt a környező települések számára is, mint Demecser város egy centrális központi szerepet szeretnénk itt betölteni. Ezt az óvodát kínáljuk a környező települések, akik körülöttünk vannak, de főleg demecseriek számára van itt lehetőség ahhoz, hogy a gyerekeik olyan méltó helyen kezdjék meg az életük kezdetét, ahol jó emlékekkel fognak majd a társadalmi szférába beilleszkedni. A legújabb beruházásokat a napokban adták át. Az óvodához tartozó fedett teraszhoz egy LEADER pályázat biztosított 6 millió forint támogatást, amelyet az önkormányzat kipótolt. Az udvart is sikerült rendezni, az új játékok beszerzéséhez közel 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott az intézmény. Ezt a játszóteret ráadásul nem csak az óvodába és bölcsödébe járó gyerekek használhatják, a kapu bárki előtt nyitva áll. A sószobára bálokkal, gyűjtésekkel és más jótékonysági rendezvényekkel gyűjtötték össze a költségek alapját, amelyet szintén az önkormányzat egészített ki. A teljes infrastruktúra fejlesztés közel 50 millió forintba került, de korábban is voltak olyan eszközbeszerzések, amelyekkel kiemelkedik a város óvodája. Ilyen volt például az innovatív képességfejlesztő digitális eszköz. Digitális okosjáték óvodásoknak, rövidítve DIO, a gyerekek már csak így nevezik, és már mi is felnőttek. Ez egy érintő képernyős, majdhogy nem olyan, mint egy nagy okos telefon, ami minden csoportszobánkban megtalálható. Képességterületeket fejleszt a gyermekeknél, digitális, tehát online a világgal kapcsolódik, viszont limitálva van az idővalum, amiben dolgoznak a gyerekek. Igen, dolgoznak idézélesen, mert ez olyan szintű képességfejlesztés, amit hagyományos pedagógiai módszerekkel, fejlesztőfüzetekkel nem tudnának a kollégák csak nagyon nagy nehézségek árán. Az intézmény itt nem áll meg a fejlesztésben. Nemrég az Erasmus programra pályáztak, ebben Görögország és Törökország lesz a partner. Ezekbe az országokba tudnak majd kiutazni az óvoda pedagógusok, hogy jó gyakorlatot tanuljanak. Sőt, a gyerekek is kapcsolatba tudnak majd lépni egymással webkamera segítségével.